azt gondolom, hogy Szekszárd város életében nagyon sikeres 5 év volt. Így értékelte az elmúlt ciklust Horváth István, a választókerület Fidesz-KDNP-s elnöke. Kifejtette, míg az előző ciklus a tervezésé, a következő 5 esztendő a megvalósítás időszaka lesz. Az új jelöltekről szólva azt mondta, a város fejlesztése mellett elkötelezett embereket sikerült csatasorba állítani. Van 5 új változás a képviselő jelöltekben, de viszont ez lehetőséget adott arra, hogy átlagosan fiatalodtak a képviselőink, tehát hosszú távon nem csak a következő évre gondolunk, hanem a következő 2-3 ciklusra is gondolunk, ami számomra nagyon pozitív, hogy a hölgyek aránya az növekedett, tehát ilyen még talán nem is volt, hogy 50% hölgy és 50% ugye a férfiaknak az aránya. A Fidesz-KDNP továbbra is Ács Dezsőt jelöli a polgármesteri székbe, aki több mint 20 esztendeje vesz már részt a város közéletében. Elkölcsi kötelesség azt, hogy vállaljuk a következő 5 évre is a megmérettetést, és azt a munkát tudjuk folytatni, amelyet elkezdtünk, hiszen nem titok, hogy az elmúlt 5 évben nagyon sok olyan terv elkészült itt a városban, amely a következő időszakban fog majd beteljesedni, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy az a fajta bizalom, amelyet 2014-ben megkaptunk képviselőjelöltek, és megkaptam én is, mint polgármester jelölt, ez kötelez bennünket arra, hogy 2019. október 13-án újra megméressük magunkat. Én azt gondolom, hogy az a fajta egység, amelyet tudtunk sugározni, és tudtunk jó döntéseket hozni a szekszárdiak érdekében, az a fajta munka, ez akkor fog teljesen működni a következő időszakban is, hogyha 10 képviselőjelöltből 10-et meg fogunk tudni nyerni, és akkor tulajdonképpen egy jól működő közgyűlés lehet. Egyfajta egyensúlyt jelent, hogy egyenlő számban van régi és új, férfi és női jelölt, mondta Hág Éva, aki 17 éve képviselő. Remélem, hogy az újaknak is tudok majd segíteni, és a régiek lelkesedését át tudjuk a számukra is adni. Én 13 éve vagyok már ebben a körzetben képviselő. Nagyon szeretem ezt a körzetet, eszembe se jutott, hogy más körzetben kellene indulni. Nagyon sok embert személyesen is ismerek, és ezt a munkát szeretném folytatni, amit már 13 éve alpolgármesterként képviselő. Előként is végeztem, de tulajdonképpen már 17 éve vagyok képviselő. A nők szerepvállalásának jelentősége a közéletben kézzelfoghatóan tapasztalható, mondta Kiszné Huszár Dóra, a 6-os választókörzetben induló új jelölt. Itt az ideje, hogy a nők rátermettségét itt is bizonyítsuk, tette hozzá. Én azt gondolom, hogy sok esetben lehet, hogy megértőbbek vagyunk olyan problémával, kicsit empatikusabbak, amiket mondjuk a férfiak kevésbé értenek meg. Ugye sok-sok otthon levő anyuk, akik kisgyerekkel otthon vannak, lehet, hogy bizalmasabban tudnak hozzánk fordulni. Szóval fontos az, hogy mindenki megtalálja azt, akihez problémájával fordulni tud. A párt augusztus 24-én kezdi meg a kopogtató cédulák gyűjtését, melyet szeptember közepéig folytat majd.